Virágos utcák, kertek és házak fotói sorakoznak a paravánon, láthatóan nagy volt az érdeklődés az Együtt a Parlagfű ellen alapítvány városi virágosítási versenyén. A megmérettetést már 23. alkalommal szervezte az alapítvány. 120 virágos kertes ház nevezőn kívül voltak még 8 lépcsőház, volt a 5 utca, illetve több munkahely is vett részt ezen a versenyen. Ennek a célja az, hogy a Paksvárosnak az utcái, illetve a kertek látszódjon, hogy gondozottak. A verseny ünnepélyes eredményhirdetését szeptember 5-én tartotta az alapítvány kertesház kategóriában, aranyminősítést ért el Körmeci Zoltán. Eléggé meglepett a dolog, mert igazából abszolút a hobbi szinten vágtunk bele ebbe az egészbe 3 évvel ezelőtt. Igen, ez a 3. alkalmunk, és igazából családi együttműködés eredménye. A virágos kert nagyja, legnagyobb részéért feleségem édesanyja a felelős, én a fákért, bokrokért, fűért és hasonlóért, és a feleségem pedig az egésznek az esztétikai kialakításáért, hogy egyben legyen a dolog. Lépcsőházak között aranyminősítés szerzett Farkas Diné Rónai dalma, utca kategóriában pedig a Gábor Áron utca diadalmaskodott. Munkahelyek között is szoros volt a csata, végül az Ase Sport Kft. Győzött. Paks polgármestere az eredményhirdetésen kiemelte, a Virágos Magyarországért versenyen korábban elért külön díj már önmagában megalapozta az alapítvány mostani versenyének sikerét. A lakosságot illeti a köszönet, illetve a munkahelyi közösségeket azért, hogy ilyen szép a környezetünk, hogy ennyire szép és virágos a környezetünk. Ugye én is megtekintettem a versenyen résztvevő lakossági és munkahelyi pályázatokat, hát gyönyörűek, és mondom, hangsúlyozom még egyszer, hogy ennek az összefogásnak, ennek a versenynek köszönhető az, hogy összességében ilyen szép a város és ilyen virágos a város. A virágok mennyiségén és minőségén túl a zsűri figyelte a kertek és az utcák összhangjait, de fontos szempont volt a zöldövezet egészségessége is. Mindegyik pályaművön látszódott a növények szeretete. A tervek szerint a verseny hagyománya nem szakad meg, jövőre 24. alkalommal rendezi meg az alapítvány a megmérettetést.